gondolom, hogy D-busz az egész időszakban nagyon jól dolgozott, és Gulácsi, amikor a helyre lépett, nagyon jól dolgozott. Jelenleg azt mondhatom, hogy terveim szerint mind a ketten játszani fognak az egyik felkészülési meccsen, most vagy pedig májusban. Ezt követően pedig az EB-re dönteni fogok, mert nyilvánvalóan nem váltogathatok így kapust. Mindenképpen el kell mondjam, hogy nagyon magas szintű kapusokról van szó, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen problémával kell megküzdenem, tehát hogy el kell döntenem, hogy melyikük legyen végül az első pozícióban. Következő kérdés. Porkáraj Nemzeti Sport Online. Dárdai Mártonról kérdezném, hogy történt ez a folyamat, amíg eljutott odáig, hogy ő most itt lehet, ugye talán már egy-két évvel ezelőtt is szóba került az ő beválogatása, tehát ha erről mondana pár szót, illetve van-e még tervben olyan játékos, aki nem Magyarországon született, de még képbe kerülhet akár idén, ugye itt a külföldi sajtóban megjelent Smodic neve, nem tudom, hogy ő vagy akár más még idén bekerülhet-e. Idén ezt nehéznek gondolom, nehezen tudom elképzelni. Ami azokat a játékosokat illeti, akiknek valamiféle magyar lesz származása van, és akik részt vehetnének a válogatottban, szerintem mindenek előtt ellenőriznünk kell jól ezt a helyzetet. Az egyik legerősebb pontunk, legnagyobb erősségünk mindenképpen ez az összetartozás érzése, amely közös valamennyi játékosunkban, amikor a saját országot, a saját válogatottat kell, hogy képviseljék. Kétség kívül szeretnénk a csapatot technikai szempontból magasabb szintre emelni, ugyanakkor nem szeretnénk ezt az összetartozás érzést meggyengíteni. Tehát nem szeretnék sok olyan játékost meghívni, akik nem magyar származásúak valójában, ugyanis ez a jellegzetesség pont sérülhet. Smodics esetében egy dolgot el kell azonban, hogy mondjak, és ezt már a múltban is mondtam egy-két alkalommal, és ez nagyon kellemetlenül érintett engem, amit már említettem. Tehát, hogyha bármilyen diszkrét módon bizalmi emberekkel keresztül megkérdezem Smodistól, hogy esetleg érdekelheti-e, hogy a válogatottban részt vegyen, és biztos vagyok abban, hogy ez a két ember, akik beszéltek vele, semmit nem mondtak a médiának, akkor elég könnyű kitalálnom azt, hogy ki beszélhetett ennek a lehetőségéről az ír médiának, vagy a Smodics, vagy pedig a menedzsere. És mégis milyen célból önök szerint? Nyilván azért, hogy az íreket arra ösztönözze, hogy beválogassák a válogatottba. Nyilvánvalóan ez a fiatal ember, nyilvánvalóan mivel egy ír-angol háttérrel rendelkezik, nyilvánvalóan előtérbe helyezi, hogy az ír bajnokságban vegyen részt. Bocsánat, nem bajnokság, hanem a válogatottban. És valószínűleg ez így is fog történni. Nincs szükségünk ilyen focistákra, lehet, hogy technikai, taktikai szempontból igen, azonban mi más jellegzetességet, más képességeket keresünk a taktikai, technikai képességeken kívül egy játékos esetében. Úgyhogy teljesen egyértelmű a válaszom. Ami Mártont illeti viszont, az volt a szándékunk, hogy már néhány évvel ezelőtt is végig gondoljam, hogy esetleg beválogassam a válogatottba. Ez alkalommal azonban személyesen beszéltem vele, és a válasza meggyőzött arról,
hogy ez a fiatalember valóban szívesen játszana a válogatottban. Nem feledhetünk el azonban egy dolgot. Németországban született, ott nőtt fel, német barátai vannak, az egész háttere német. Egy német klubban játszik, azonban Dárdai Pál fia. Magyar családból származik, magyarul beszél a családon belül. A barátnője is magyar. Magyarnak érzi magát. Tehát ebben az esetben egyértelműen pozitív választ adhat a válogatottságra. Egy fiatal ember, egy fiatal játékos, és reméljük, hogy beváltja a hozzáfűzött ígéretek várakozásokat. A parancsolj. Jó napot kívánok. Somogyi Zsolt vagyok a Nemzeti Sporttól. Ha már Bence elkezdte a kapusokkal, és Karcsi rátért a védősorra, akkor én is még a védőknél maradnék. Még egy pillanatra, Márton, hogy ez a személyes találkozó, hogy milyen embernek ismerte meg, milyen egyéniség, mik voltak az első benyomásai, mert az, hogy milyen játékos, azt gondolom korábban is látta a kapitány a pályán, de milyen embernek látta. A másik kérdésem pedig a két Szalai. Attila ugye elment kölcsönbe Freiburgba, de talán hogy éli meg a kapitány, hogy ott sem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretné. És a másik pedig Gábor, aki rendszeresen itt van a keretben. Ő neki milyen változást hozott a játékában, hogy Svájcban futballozik? Nos, kezdjük Gáborral. Eddig sajnos nem tudott debütálni a nemzeti válogatottban, mert valamilyen módon mindig arra jutottunk, hogy valamit még, van még mit javítani a játékában. Egy magasabb szintű bajnokságban játszva, mert azt gondolom, hogy a svájci bajnokság a magyar fölött áll jelenleg, azt hiszem, hogy megvan a lehetősége arra, hogy fejlődjön bizonyos részletekben, amit a meccseken keresztül értékelünk, továbbá az itteni edzések során is megfigyeljük. Van 2-3 játékosom ugyanarra a pozícióra, mert ugye egy baloldali középpályásról beszélünk, és egy ballábas védőről beszélünk, és mindenképpen belső védelemben is játszania kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy 3 játékosom van erre a pozícióra a jövőben, és az EB-ben fogom tudni őket játszatni. Attila már 41-szer játszott a válogatottban, nemzetközi szinten nagyon komoly tapasztalattal bír, a másik 2 játékos azonban nem, úgyhogy számos dolgot kell számba vennem. Meg sem kell említenem azt, hogy mekkora a jelentősége annak, hogy a játékosok felvegyék a játék ritmusát ahhoz, hogy a válogatottban részt vehessenek. Attilával ez most nem így történt, úgyhogy alapvetően nem kellett volna behívnom őt. Azonban már számos alkalommal említettem, hogy vannak szabályok, és időnként a szabályok alól lehet kivételeket tenni. Ugye Szalai Ádám vagy Nagy Ádám esetében is ezt így tettem, és soha nem bántam meg. Amikor így döntöttem, akkor például Fiola Attila esetében is így értem el, amikor egy nehéz időszakot élt meg, és Negó idejében is, és megkérdezték tőlem sokan, hogy vajon miért hívtam őket be, nem úgy megy a játék, és mégis miért hívtam őket. Azért, mert azt gondoltam, hogy velünk mégis jól fognak tudni játszani. Úgyhogy ebben a pillanatban azt gondolom, hogyha Attilát nem hívtam volna be, akkor végképp mentálisan véget ért volna számára ez az idei szezon. És hogy az EB-n is hasznos lesz-e, azt gondolom, hogy igen, hasznos behívni akkor is, hogyha Gábort, hogyha jelenleg nem játszik elegendő mennyiségűt.
Józsi, parancsolj. Jó napot kívánok, Maros József vagyok. A kapitány úrtól azt szeretném megkérdezni, illetve hát amit én látok, hogy a védőknél óriási csata lesz arra a három posztra, ami majd, akik majd az Európa-bajnokságon játszanak, de azt hiszem ugyanilyen fejtörést okozhat majd a kapitánynak a baloldali belső középpályás sorban választani a Schäfer vagy éppen Stiles között, vagy a baloldali futó Nagy Zsolt és Kerkez között. Hogy látja a kapitány úr? Gondolom, örül, hogy nem most kell dönteni. Mindenesetre tudom, hogy is ismerlek, igen. Már a Honvéd idejéből ismerjük egymást. Na jó, akkor most hagyjuk egy kicsit a viccelődést. Azt gondolom, hogy egy edző számára nem könnyű választani olyankor, amikor sok választási lehetősége van, soha nem könnyű. De sokkal nehezebb volna, hogyha nem volna több lehetőségem. A múltban jól emlékszem arra, hogy előfordult például 2020. szeptemberében, mielőtt Törökország ellen játszottunk volna, az egyik játékos esett ki a másik után, és pontosan meg ki voltak számolva a játékosaim. Nagyon sokkal nehezebb, amikor nem válogathatok közöttük. Most viszont megvan erre a lehetőség, és nem véletlen, hogy ez alkalommal nem játszanak a válogatottban olyan játékosok, akiknek nehézségeik alakulnak a csapatokban, például Csobot Kevin vagy Botka, akik mindig részt vettek a válogatottban, főleg a selejtezők során hozzájárultak az eredményhez, vagy Fiola. Ez nem azt jelenti, hogy elbuktak, nagyon jól ismerjük ezeket a játékosokat, és tudjuk, hogy mire képesek. Szeretnénk valaki mást is kipróbálni. A végén pedig én 23 játékost vihetek magammal az EB-re, ugyanúgy, mint bárki más, és sajnos szükségszerűen valaki ebből ki fog maradni. Igyekszem azokat magammal vinni, akik szerintünk a legjobb formájukat fogják mutatni akkor, és a legjobban tudnak hasonulni az elképzeléseinkhez, alkalmazkodni. Azonban ne feledjük el a nemzetközi tapasztalatokat is, amelyek az ilyen jellegű meccsek során eredményhez tudnak minket segíteni. Bizonyos nyomás alatt, bizonyos környezetben kell játszani, és nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy mindezt figyelembe vegyük. Úgyhogy az olyan játékosok, mint Fiola és Botka, akiknek nagy nemzetközi tapasztalatuk van, és sok meccset játszottak már nemzetközi szintéren, akikről pontosan tudjuk, hogy mire képesek, most nincsenek itt, de ez nem jelenti azt, hogy júniusban sem lesznek velünk. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Gál András vagyok az Indextől. Hála Istennek Szoboszlai Dominik visszatért. Már több meccsen is játszott a Liverpoolban, és legutóbb kezdő volt a City elleni rangadón. Mit szól az ő játékához? Jobban vagy kevésbé jól játszik, mint ahogy számított rá, és mennyi időre lesz még szüksége, hogy elérje a formája csúcsát? Köszönöm. Azt gondolom, hogy nincs sok időre szüksége. A bajnokság elején a Liverpoolban az egyik legnagyobbra becsült játékosnak számított a Premierben az új érkezettek között. Aztán a sérülésének köszönhetően sajnos csökkent a teljesítménye, miatt távol volt egy ideig. Játszott néhány olyan meccset, amin, hogyha teljesen jól volna fizikailag, akkor kétségbe vonhatatlanul játszott volna. És kétségkívül
mindig be lesz hívva ő is, mint más olyan játékosok, akik lesérülnek, aztán ugye rendben jönnek. Kétségkívül Dominik ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy nyugodt legyen, hogy lejátsza a meccseket, amiket le kell játszania. Aztán pedig válaszol a behívásra, és az úgy fog tenni, ahogy mindig is. Tehát a Liverpoolban egy bizonyos módon használják őt, nálunk pedig egy kicsit másképpen játszatjuk. Számunkra nagyon hasznos játékos, és azt gondolom, hogy ez neki is örömet okoz. Parancsolj, Attila. Jó napot kívánok, Szalai Attila vagyok a Magyar Nemzettől, és Séfer András hosszú idő után tér vissza a válogatottba. Az elmúlt évben nagyon jó eredményeket ért el a csapat nélküle. Az lenne a kérdésem, hogy mit adhat az ő visszatérése a csapatnak? Azt gondoltam, hogy te edzel a Freiburgon, nem? Szalai Attila, úgy hívnak. Viszont itt, ahelyett, hogy játszanál, itt nekem teszel fel kérdéseket. Na jól van, hagyjuk egy kicsit a viccelődést. Azt gondolom, hogy Schiffer Schifferrel kapcsolatban egy időben nagyon aggódtam, mert azt láttam, hogy András nagyon szomorú volt. És én úgy ismerem őt, mint egy olyan fiatalembert, aki mindennek megtalálja a pozitív oldalát, mosolygós, pozitív. És ez engem nagyon is aggasztott a legutóbbi meccsen, amit velünk játszott szeptemberben, 2022. szeptemberében. Viccelődve azt mondtam neki, hogy ez volt az utolsó meccs, amit elvesztettünk. Azt is mondtam neki ezzel, hogy valószínűleg nem hívom majd be. Aztán mégis behívtam, nyilvánvalóan. Most pedig rendbe jött, jól van. Kár, hogy elvesztette az utolsó meccset, de miatt András a Union Berlinbe visszament, azóta a meccs nagyon sokat, azóta a csapat nagyon sokat köszönhet neki, nagyon jó eredményt ért el. Nyilvánvalóan egy olyan játékosról van szó, akivel számolunk, akire számítunk a közeljövőben, és az EB során is. További kérdés van-e még? Soma, parancsolj! Az ellenfelekről érdeklődnék, milyen erősségű csapatnak tartja őket, és leginkább az érdekelne, hogy ilyenkor az EB előtt néhány hónappal mi a legfontosabb, nem is az a kérdés, hogy az eredmény mennyire fontos, hanem mi az, amire a leginkább kíváncsi, mi az, amit esetleg ki akar próbálni, ami esetleg újdonság, mire számít ebből a két meccsből, miért fontos ez most személy szerint a kapitánynak? Mindenek előtt el kell, hogy mondjam, hogy amikor baráti mérkőzéseket szervezünk, akkor egy bizonyos számú csapatból válogathatunk. Az első meccset illetően Törökországgal szemben kölcsönösen szerettük volna ezt a meccset megszervezni Vincenzo Montellával, és következésképpen a török szövetsége, hogy megszerveztük ezt a baráti meccset, hogy kipróbáljuk az erőnket minden szempontból. Törökország, főleg mióta Montella vezető edző szövetségi kapitány, egy nagyon erős csapattá vált, nagyon agresszív játékot játszanak, nagyon nagy nyomással játszanak,
főleg középpályán, és ezért arra számítunk, hogy egy nagyon a németországihoz nagyon hasonló játékstílust fog játszani, illetve a Skóciához is hasonló játékot fog játszani. Svájcot illetően azonban nem hisszük, hogy ilyen magas ritmusban szeretne játszani. Valószínűleg a technikai, taktikai minőségét fog előtérbe helyezni, és egy kicsit lassítani a ritmuson, és akkor megemelni, amikor majd erről úgy dönt. Tehát nem teljes erővel fog indulni, és ilyen erőltetett ritmusban az egész meccs alatt. Törökország ebből a szempontból azonban egy olyan ellenfél, amely nagyon értékes, és olyan dolgokat figyelhetünk majd meg, amelyek taktikai szempontból nagyon érdekesek lesznek az EB szempontjából. Nyilvánvalóan szeretnénk megnézni azt, hogy miben tudunk javulni, milyen részletekben. 2023-ban, amikor játszottunk Szerbia ellen, akkor gyakran előfordult egyéb meccsek során, hogy gyengébb csapatokkal mértük össze az erőnket, és egy bizonyos labdabirtoklás jellemezte a játékunkat, de Svájc, Skócia, Törökország esetében ez változhat, és fel kell készülnünk az ilyen jellegű meccsek részleteire, jellegzetességeire. Kapitány úr, elkezdődött a VB előtti utolsó két év tulajdonképpen. Azért kimondatlanul minden szurkolónak az a nagy vágya, hogy 40 év után ott tegyünk a világbajnokságon két év múlva. Ön mennyire tekint előre, mennyire jár ez a fejében, illetve tudja ezt garantálni a szurkolóknak, hogyha önön múlik, akkor ön marad addig, és a VB selejtezőket biztosan végigcsinálja. Mert ugye voltak olyan sajtóhírek, ami esetleg kérdésessé tette a maradását. Hát ez úgy fordulhat elő, hogy gyakran azt kérdezik tőlem, hogy mi lesz velem a jövőben, mi a tervem. Mivel nem vagyok Nostradamus, elég nehéz előre látnom a jövőt, mint ahogy ez nehéz volna bármelyikünk számára is. Mondjuk, hogy nagy örömömre szolgálna, hogy két év múlva még itt legyek, hát soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni, hogy egyetem még legyek, két év múlva éljek. Úgyhogy meglátjuk, az a szándékom, amit már máskor is elmondtam, hogy tiszteletben tartsam az általam aláírt szerződést, mert nagy vonalakban azon a véleményem vagyok, hogy ha két fél közös megállapodás alapján aláír egy szerződést, akkor az adott szót és az aláírást is tiszteletben kell tartani. A labdarúgás egy kicsit más eset, egy kicsit különleges ebből a szempontból, és sokszor előfordul az, hogy több évre aláírt szerződéseket is felbont az egyik vagy a másik fél. Tudjuk, hogy az edzők esetében gyakran az történik, hogy azért távolítják el őket, mert az elvárt eredmények nem érkeznek, és ez bárhol előfordulhat. Ilyen sok időre előre látni nem könnyű számomra. Nyilván, hogyha pozitívan gondolkodunk, akkor és azt gondoljuk, hogy nagyon jól fogunk játszani az EB-n, és aztán a Nemzetek Ligáján is jól fogunk szerepelni, akkor minden feltétel teljesülni fog ahhoz, hogy a VB-selejtezőken is megpróbáljunk játszani. Mindig elmondtam, és most is azt mondom, ismétlem, hogy ha bármilyen okból
kifolyólag a szövetségtől el kellene köszönnöm, a magyar válogatottól el kellene köszönnöm, az békével szeretném tenni, békében mindenkivel, a szövetséggel, a magyarokkal, mindenkivel, aki a futballt követi. Semmilyen módon nem szeretném azt, hogy árulónak tartsanak engem. Mert nem hiszem, hogy ez helyes volna, én nem ilyen ember vagyok, mert mindig is tiszteletben tartottam az adott szó erejét. Mindig. Nem hiszem, hogy 6 éves koromban a jellemem rossz irányba változna, úgyhogy ha eddig ilyen ember voltam, akkor ilyen is szeretnék maradni. Azonban időnként előfordul az is, hogy egy interjút követően azt kérdezik, de miniszter, hogyha esetleg megkeresnék a Liverpooltól egy ajánlattal, akkor mit tesz? Vagy a Napolitól? Ki vagyok én ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem mennék? És itt ismétlem azt, hogy azt gondolom, hogy az, hogy a magyar válogatott kispadján ülök, az a karrierem legmagasabb pontja, úgyhogy bármilyen döntés csak ennek fényében születhet meg. És ilyen presztízsű, ilyen fontosságú döntés, mint amit én a magyar válogatottól kaptam, ilyen nem történhet még egy. Kapitány úrhoz, illetve amit én gondolok, ugye a Somogyi kolléga úr már említette, ugye Törökország és Koszovó, és szóba jött ugye Skócia is, és a skótokkal ugye semleges pályán játszunk, és elnézem a 4 felkészülési mérkőzést, egyszer játszunk idegenben, talán nem véletlenül, éppen Írország ellen. Hát érdekes mérkőzés lesz az is, és azt szeretném kérdezni, hogy mennyire tudja a kapitány úr majd felhasználni azokat, ismerve természetesen a brit labdarúgás ismérveit, a Wolverhamptoni 4-0-át, tehát amikor az angolok ellen játszottunk. Hogy azokból a tapasztalatokból tudunk-e majd meríteni az írek és a skótok ellen? Az angol foci az intenzitáson, a fizikai teljesítményen alapul. A játékosok minőségén nyilvánvalóan sok múlik, és ez magasabb szintű a skót és az ír játékosokéhoz képest. Azonban bizonyos pillanatokban lehet ez megközelítheti az angol foci szintjét, az ő szintjük. Nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk mindenre, főleg akkor, amikor az atlétikai, fizikai felkészüléssel foglalkozunk. Emlékszem arra, amikor Írország ellen játszottunk, Észak-Írország ellen talán, az utolsó negyed órában bizonyos döntések következtében is az utolsó negyed órában nagyon szenvedtünk a játékstílusoktól, nagyon direkt, nagyon fizikai, nagyon erős játékot játszottak. Megszenvedtünk vele, emlékszem arra, hogy azon körülmények között a kapusunk 3-4 csodával határos védést mutatott. Azt hiszem, hogy Dibusz volt az. Minden egyes meccs saját történetet ír, minden egyes meccset a legkisebb részletekig tanulmányoznunk, elemeznünk kell, mert a szokásos, az adott csapat által megszokott játékstílushoz alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy tudjunk ellenünk játszani. Most azonban nem,
nem kihasználni azt, hogy elemezhetjük az ellenfél játékstílusát, az erős és a gyenge pontjait, azt gondolom, hogy igazán dilettáns hozzáállás volna részünkről.